Köszönjük szépen, Kisrigó László megyés püspök a vendégünk, aki a Rudnai Alapítvány elnöke is egyben. Ez most azért fontos, mert hogy a Rudnai Alapítvány rendezésében ma a konferenciát tartanak Esztergomban Beckett Tamás emlékére, és ezen azt olvasom itt a programban, hogy ön is köszöntőt fog mondani. Miről fog beszélni? Igen, lassan 20 éve szervezzük a mai formában ezt a Beckett ünnepséget. A Rudnai Alapítvány és a Rudnai Sándor Egyesület közösen. Eredetileg a napján, december 29-én, aztán praktikus okok miatt egy héttel később, utóbbi években, azaz január 5-én, az idén a mai napon tartjuk ezt a rendezvényt. Mire emlékezünk, amikor Beckett Tamásra emlékezünk? Egy több mint 800 éves angol-magyar kulturális kapcsolatot erősítünk, tartunk ébren, vagy újítunk meg. A 12. században élt Beckett Tamás, korábban Lord Kancellár, aztán ellentétbe került a királlyal, vértanú lett, 1170-ben halt meg, 73-ban már szentté avatták, és barátja volt a kortárs esztergomi érsek, és nagyon hamar a kultusz Esztergomban indult már a 12. század vége felé, közepén, és azóta folyamatosan él. A mai napig Esztergom egyik városrészét Szent Tamásnak róla nevezték el, ma is így hívják. Ott van az a templom, amely az eredeti helyén épült, és ott kezdjük mindig jelképesen az ünnepséget, és azt mindig egy ünnepi emlékülés követi vendégszónokokkal, nemzetközi ünnepséget tartunk. Én ezt értem, hogy ez az angol-magyar barátság ápolása is, de gondolom azért van a mának szóló üzenete is. Mit mond egy 800 éves szent ma Magyarországon? Az ő személyes példája is, üzenete a mai ember számára is, nagyon sok erkölcsi üzenetet hordoz a politikusok, a közélet, a mindennapi élet számára. De éppen az a kapcsolat, ami jellemezte Esztergomot és Canterburyt például, az ő személye révén üzenetet hordoz a közös Európa szempontjából, építése szempontjából is. Az alapgondolata az emlékülésnek mindig a keresztény gyökerek, közös Európa, közös értékrend, Európa, valódi Európa építése, egy új Európa létrehozása. Azt olvasom még itt a meghívóban, hogy, mint ahogy az ön is az előbb mondta, hogy vendégelőadók, például Lázár János frakcióvezető, ugye Fidesz frakcióvezetője lesz vendégelőadó. Miért éppen ő? A legszélesebb nemzetközi körből hívtunk előadókat az elmúlt esztendőben, csak említem tavaly Dajcs Tamás, európai parlamenti képviselő, az angol brit nagykövet voltak az előadók, tavaly előtt Orbán Viktor miniszterelnök úr, a francia nagykövet, aki angolul tartott előadást, és a jegybank elnökétől, nagykövetektől kezdve a legkülönbözőbb. De azért jól érzékelem, hogy inkább jobboldali körökből jönnek vendégelő. Tehát akiket felsorolt Dajcs Tamás, Orbán Viktor, Lázár János. Igen, nehéz lenne őket baloldali kötődéssel. A kritérium a meghívásnak nem annyira a jobboldaliság, hanem a keresztény értékrend. Aha, de azért ilyen és valószínűleg a túloldalon is lenne. Igen, volt talán arra is példa, ugye emlékszem. Mi fog ma történni ezen a konferencián? Elhangzanak a vendégelőadások. Ezek általában közéleti kérdéseket érintenek. Mire kérik fel a vendégelőadókat? Tehát Beckett Tamáshoz kapcsolódóan beszéljenek, vagy pedig két része van mindig az utóbbi 20 évben ennek az ünnepségnek. Mindig délután 3 órakor az emlékhelyen, a Szent Tamás hegyen, a kápolna előtt, akármilyen időjárás van, ott tartunk egy rövid ökumenikus istentiszteletet. Angol-magyar nyelven, két nyelven, és ezt követi mindig az utóbbi években a vár lovaktermében, a városban egy emlékülés, egy másfél órás ünnepség, amelynek vannak bár megszokott elemei, visszatérő vendégek rövid köszöntőt mondanak, két himnusz, és két-három fő előadásra kérünk vendégeket. És az alaptéma mindig, ahogy említettem, a keresztény gyökerek, közös Európa. Van ennek kihatása az év további szakaszára is egyébként ennek a konferenciának, vagy ezeknek az értékeknek? Sőt, hát nemzetközi kihatása is szerintem mondhatom van, hisz mindig Rómából, Padovából kiderült, hogy egész hálózata van a Beckett kultusznak Európában is, amely mai napig is él, és alkalmas arra, hogy kapcsolatokat, barátságokat, együttműködést előmozdítson. Püspök úr, köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm.